Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű feladatot fogunk megoldani. Hogyan lehet beállítani a monitorokat úgy, olyan környezetben, ahol nincs erre rendelt, saját a környezethez, az asztali környezethez tartozó beállító program. Az XFCE alatt egyértelműen van erre lehetőség a Cinnamon alatt, a GNOME alatt, a KDE alatt, van lehetőség. De mi van akkor, ha mi nem asztali környezetet, azaz ilyen komplex dolgot használunk, hanem például az Openboxot, vagy esetlegesen az E3-at, az E3-as cikkhez készült ez a videó, de egyébként külön is megérthető. Azaz az asztali környezetünk, vagy az ablakkezelőnk nem tudja a monitorokat beállítani, annak a felbontását, annak a dimenzióját, elhelyezkedését. Mit tudunk tenni? Kettő darab lehetőségünk van, elkezdünk olvasgatni azután, hogy az X-Rand programot hogyan lehet felparaméterezni úgy, hogy megfeleljen nekünk. Nem bonyolult, de nem is kényelmes. Megszoktuk azt, hogy valamilyen kényelmi szinten, valami grafikus programmal állogatjuk ezt, nincs hiba benne, nem ütünk el semmit, nincs azonosítási probléma, melyik monitornak mi a neve, melyik videókimenetnek mi a neve, és melyik monitort hogyan és egyébként is hogyan lehet oda illeszteni, beállítani azokat az értékeket, amiket majd meglátok, hogy be lehet kézzel is állítani, de azért programmal, grafikusabb felületen meg lehet tenni, kényelmesebben is, mint egy csomó gépeléssel. Első gondolat az, hogy fel kell telepíteni az ARANDR nevű programot, ami úgy van, hogy ARANDR, és ezt telepíteni kell. Nekem automatikusan a rendszer felrakásakor ez felmegy, hiszen én ezt kedvelem, ezzel egy-két scriptet is lehet alkalmazni, készíteni, és akkor a felbontások változtatása, a monitorok elhelyezkedésének a változtatása. Nagyon egyszerű, azaz, most elindítjuk az ARANDR-ot, és mindenki látja, hogy milyen pofon egyszerű, és jól átlátható dolog. Azonosította, hogy van kettő darab monitorunk, a DVI-D0, meg a HDMI-A0 elnevezésű. Ezeket meg lehet jegyezni, de én azt szoktam mondani, hogy természetesen megjegyezheted, de én nem szoktam, hiszen a script vagy a leírás, vagy az a kis program részecske, ami ennek a kimenete, abba úgyis ott lesz. Azaz, első körben, ha a két monitorod nem jó helyen van, nem úgy van, mint ahogy te látod valóságba, tudod mozgatni ezt. Na hát én nagy gyorsasággal ezt visszateszem a normál helyzetbe, mert így vannak a monitorjaim egymás mellett, nyilván ha lejjebb-följebb szeretnéd mozgatni, azt is meg tudod tenni, arra figyelj, egymásra átfedésben ne legyenek, mert akkor valóban ilyen sáv lesz a két monitor jobb, illetve bal szélén, a közelebbi szélén, ami ugyanazt a képet mutatja, az úgy nem igazán jó, tehát nem kéne egymásra tolni. Oké. A következő gondolat, miután a dimenzió megvan, egyiket kijelöljük, be van kapcsolva, ki van kapcsolva, általában be van kapcsolva, azért látja a gép, ha nincs bekapcsolva, bekapcsolod, hogyha nem akarod használni, akkor kikapcsolod. Megadhatod, hogy melyik az elsődleges monitor, ez általában nem annyira érdekes, mint ahogy gondolnánk, de vannak olyan programok, például a panelok elhelyezkedésénél, meg tudod adni, hogy a primary, az az elsődleges monitoron legyen, és akkor egyszerűen nem kell az 1-es-2-es monitor, vagy az előbb látható DVI-D0 egyebeket beírni, hanem megadod, hogy az elsődleges monitoron legyen, vagy ne az elsődleges monitoron legyen, ezzel nevesíted a monitorod, hogy ő az elsődleges vagy a másodlagos. A felbontás nagyon egyszerű, kiválasztod azt a felbontást, amiben szeretnéd használni. Nyilván, ha egy monitorod van, maximális felbontással használod, akkor ennek az egésznek nincs nagy értelme, azt a gép automatikusan, azt a programok automatikusan felismerik, és utána nem kell semmit állogatni, de én nem így, hanem kisebb felbontással szoktam használni. Egy kis gondolat a felbontásra. Azt használsz, amit szeretnél, de van egy olyan, hogy 1920x1080. Ennek van egy arányszáma, kiszámolhatod, és bármelyik, akármelyik felbontást kiválaszthatod, de olyat érdemes használni, aminél ez az arányszám, tehát az oldal, hossz, illetve a magasság aránya megegyezik,
úgy nem torzul a kép, a monitor nem lesz a kör tojás alakú, a négyzet pedig téglalap alakú, azaz kiválaszthatod, amit szeretnél. A tájolás szintén ilyen egyszerű, normál, a fekvő téglalap, általában normál, az megfelelő. Az elrendezést beállítottuk, a nézetet beállíthatjuk, mármint ennek a kis téglalapocskáknak a nézetét beállíthatod, úgyhogy nagyobb legyen, kisebb legyen, gyakorlatilag teljesen mindegy. Ez szépészeti dolog, ezzel nem is igazán kell foglalkozni. Végeztünk. Végeztünk, beállítottad olyanra, amilyen neked tetszik, és akkor megnyomod a pipát. Átvált arra a beállításra, amit kiválasztottál. Megnézed, hogy ez így neked jó. Igen, ha ez neked jó, akkor jó lenne, ha ilyen maradna. Nyilvánvalóan azt nem szeretné senki, hogy ezt a programot minden indítás után elindítja, aztán beállítja a monitort, ezt valahogy fixálni kéne. A fixálásra több lehetőség van, készíthetünk egy kis scriptet ezzel a programmal, hogyan? Ide megyünk a kimenetre, és megnézzük, hogy oké, okay, ő jó, beállítottuk, őt is beállítottuk, minden szuper, és utána rányomunk erre a lefele nyilacskára, azaz mentjük a mentenődő dolgokat, azaz a beállítást. Elkészít egy scriptet, ennek a neve legyen teszt. Teszt. Nem adunk neki semmi kiterjesztést, őneki az a neve lesz, hogy teszt. Ment és nem történik semmi, lementette. Nagyon jó. Felbontásunk megmarad, becsukjuk ezt a programot, és utána mit teszünk? A következő lépés az, megnézzük, mi ez. Jó? Belenézzünk ebbe a kis programocskába, scriptecskébe, akármibe, hogy ő mit fog tenni. Hát bizony, ide megyünk és megkeressük, azt mondják, hogy ebbe volt, és teszt SH megkapta automatikusan a kiterjesztést, hogy ez egy shell script. Bele fogunk nézni ezzel a programmal, teljesen mindegy, hogy melyik programmal jelenítesse meg, és akkor örülhetünk X-Rand, és a kimeneteket a videokártyádon, illetve az alaplapon lévő videokimeneteket ő megnézte, azt mondja, hogy volt egy olyan kimenet, hogy output, display, port, nulla, ő nincs semmi rákapcsolva, oké. Okay. Akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és eljutottunk oda akármennyi után, hogy van egy olyan, amihez az van írva, hogy output, kimenet, HDMI, A, kötőjel 0, ezért mondtam, hogy nem érdemes leírni azokat a betűhalmazokat, hogy melyik monitor milyen néven fut ezentúl a rendszeredbe, innen így ki tudjuk olvasni, megvan a mód, megadta a felbontást, a pozíciót megadta, és az elforgatása jobbra-balra, fejjel lefele vagy normál. Nyilvánvalóan a normált választottuk, ez az alap téglalap elhelyezkedés, és akkor ez megadja az egyik monitor, illetve a másik monitornak az elhelyezkedését, felbontását és a dimenzióját álló vagy fekvődnek állítottuk be. A következő output, megolvasta, hogy van egy DVI D0 kimenetünk, ami megkapta azt a jelzést, hogy ő legyen. Ez a monitor, amit éppen látok, az elsődleges, a felbontás, a pozíciója, illetve az elforgatás normál. Ennyi az egész. Ha ezt a scriptet látjátok, ez egy normál script, itt van a 2-es kereszt fölkiáltójel, és azt mondja, hogy a BIN könyvtárban ott van az SH, parancsértelmező evvel értelmez ezt, az X-randot lehet futtatni ezzel a paraméterezéssel. Ez természetesen, akinek van kedve és ingere, kézzel is beírogathatta volna, de azt hiszem az Arand elkészítette ezt a kis scriptet, és ezt lehet használni. Két lehetőségünk van. Magát ezt a scriptet, aminek van egy neve, ennek a neve jelen pillanatban teszt, SH, betesszük az automatikusan induló programok közé, és utána nagyon-nagyon szépen örülünk neki, hogy az automatikus induló programok között ez lefut, beállítja nekünk ez a script a felbontásunkat, és akkor olyan felbontás, dimenzió és egyéb lesz a monitorok tekintetében, amit akarunk. Nyilvánvalóan több ilyen scriptet is készíthetsz, kisebb felbontással, nagyobb felbontással, egyik monitorit, másik monitorot, egyik bekapcsolva, másik kikapcsolva, mert erre is van lehetőség, és utána ezeket a scripteket elnevezed, és futtatod a felbontás szerint, amit szeretnél elérni.
Én ilyet nem csinálok jelen pillanatban, bőven elég ez az egy felbontás, egy elosztás, amit beteszünk az autóstartba. Az autóstartba hogyan tesszük be i3 alatt? Ahogy én a cikkbe leírtam, nagyon egyszerűen döntöttem, hogy hogyan szeretném ezeket a skriptesítő dolgokat megcsinálni, az automata induló programokat azért, hogy elváljon az XFCE, amit jelen pillanatban látok, illetve a folyamatosan felkerülő cikk folyamban lehet látni, hogyan építem fel az i3 VMM-et. Nyilván jelen pillanatban éppen a monitor beállításáról volt egy kis szó, a hardware beállításáról, meg egyéb kezdeti lépésekről volt szó. Na, lényeg az, hogyan döntöttem. Hol vannak a beállításai az i3-asnak? Nyilvánvalóan az i3-asnak a beállításai ott vannak, ahol a szabvány elhelyezkedése van. Ehhez nem nyúlunk, azaz a config könyvtárba, és van egy i3-as. Ne lepődjetek meg, nektek nem lesz ilyen szamár elnevezés, hogy i3AAAA. Ez egy mentett könyvtár nekem, ebbe dobáltam bele az olyan skripteket, egyebeket, amikre lehet, hogy szükség van, olyan konfigurációkat, amit lehet, hogy megnézek, lehet, hogy kiveszek belőle, átteszek az i3-asomba, ez lényegtelen. Szóval az i3-asban van, hogyan oldottam meg? A konfigurációt a konfigurációban lehet megadni, és csináltam egy script könyvtárat, egy disztribúcióban láttam, és nagyon megtetszett ez a megoldás, és itt az autostart scriptet elkészítettem. Gyakorlatilag ebbe kerülnek bele az autostart dolgok, megnézzük, hogy mi van bent, idáig jutottam el a cikkírással, idáig jutottam az i3 VM felépítésével, hogy ezek elkészültek, belekerült ebbe a scriptbe. Ez természetesen első körben így nem elegendő nekünk, ide írjuk, hogy monitor és beállítása, hogy tudjam, hogy mit jelent ez. Oké, elkészítettük, betettük ezt a script darabot, ezt a parancsort, hogy úgy mondjam, ezt a parancsot az automata indulásba, és utána ezt szépen lementettük, és utána mit kell tennünk? Oké, elkészítettük a scriptet, amit jó lenne, hogyha lefutna induláskor, de ezt jó lenne megmondani az i3-asnak is, hiszen ő nem fogja tudni, hogy készítettem egy könyvtárat, aminek az a neve, hogy script, és akkor ő neki ott scripteket kéne keresni, aztán abban van egy autostart, és jó lenne, hogyha az az autostart működne. Mi és hogyan tudjuk megadni azt, hogy ez automatikusan valóban elinduljon, természetesen a konfigurációs fájlba kell ezt megadni, és a konfigurációs fájl hol van? Nem nagy meglepetés, az i3-as könyvtárba a config néven fog ez futni. Ezt meg is nyitjuk. Akármelyik szerkesztővel megnyithatjátok, én most grafikus szerkesztőt használok, és természetesen a legvégére illesztettem be egy komment sort követően, tudjam későbbiekben is, hogy miről van szó. Beillesztettem, indulj el, nem kérünk visszajelzést az indulásról, ne pörgesse azt a kis karikát az i3-as, amíg vár arra, hogy a programok visszajeleznek, és a script nevét megadtam. Ilyen egyszerű, a későbbiek folyamán ezt az autostartot fel lehet tölteni automatikusan induló programok nevével, azoknak a paramétereivel, hogy számomra, hiszen ez az én konfigurációm, számomra megfelelő mód induljon a gép. Ami lényeg, látható, bár gyári az i3-hoz, Openbox-hoz vagy egyébhez tartozó, olyan beállító program nincs gyári, ami az Openbox-é vagy az i3 VM-é, mint például az XFCE-nek van egy monitor kijelző beállítója, értelemszerűen ilyen nincs. Ilyenkor se kell megijedni, hogy bizony hosszú és bonyolult parancsorokat kell beírogatni, paramétereket kell összeszedegetni, és oda kell figyelni, hogy pontosan és minden úgy működjön, ahogy kell. Van erre egy kis programocska, aminek a neve Arandr, azt elindítjuk, elvégezzük grafikus felületen a dolgokat, kimentjük ezeket az adatokat, elkészítetjük vele ezt a kis scriptet, és utána beírogatjuk ide, és utána már ez így, ez szerint működni is fog. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó konfigurálást kívánok, és mindig találjuk meg azokat a programokat,
amivel kényelmesebbé tudjuk tenni az életünket. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!